Síralmas ez világ, nékünk bűnösöknek. Síralmas ez világ, nékünk bűnösöknek. Hogyha meggondoljuk napját életünknek, hogyha meggondoljuk napját életünknek. Farsang farkát követően hamvazó szerdán kezdődik egy új időszak. Ez pedig a böjti időszak. Nagy böjtnek is mondjuk, hiszen 40 napig tart. Ez a húsvéti előkészületnek az ideje. Mindezzel Jézus életében a pusztában eltöltött 40 napra emlékeznek az emberek. Márk evangéliuma így ír erről. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Tehát a nagy böjtel az emberek Jézus második eljövetelére készülődnek. Ez az időszak visszafogottabb, az emberek nem hangoskodnak, a hangos mulatságoknak, lakodalmaknak vége van ilyenkor. Ha esetleg veszekedtek egymással, kibékülnek ebben az időszakban, a ruházatukon is látszik, hogy készülnek valami olyan nagy eseményre, amit csak tiszta lélekkel lehet befogadni. Teljes megtisztulás ez a böjti időszak. A 7. századtól kezdődően nagyon szigorú volt a böjt. Napi egyszeri étkezést engedett csak az embereknek, távol tartották magukat a zsíros, húsos ételektől, inkább tejföllel, vajjal főztek, sütöttek az asszonyok. Hát a mai ember úgy gondolom egy kicsit bizonytalanul fordul a böjt felé, akár hívő, akár nem hívő. Talán segítenek az alábbi gondolatok egy kicsit eligazodni a böjtben. A Magyar Kurírból, Kovács Gergely cikkéből idézem, Márk tömör beszámolójából először is azt tudjuk meg, hogy Jézus a lélek ösztönzésére megy a pusztába. Más szóval, Isten akaratát teszi. Nem egyéni keztelésből, nem társadalmi szokásból vagy illemből cselekszik. A mi böjtölésünk, nagyböjti önmegtagadásaink és jó cselekedeteink honnan forrásoznak? A lélek indít minket is? Istenért tesszük? Vagy családi megszokás? Hagyomány vezet, mint a farizeusokat? Esetleg önmagunkért tesszük, mert éppen jól jön egy kis fogyókúra? Nem mintha baj lenne, ha az ember tiszteli a hagyományokat, vagy csinos szeretne lenni, és egészséges, de a böjt nem lehet öncélú. Az a kérdés, hogy Istennek tetsző dolgot szeretnénk-e tenni. Már a böjti szelek fújnak. Kicsit hűvös az idő, de talán átmelegít bennünket ez a finom, böjti eledel. Úgy, mint a farsangnak a fánk, a böjtnek is megvan a sajátos eledele, a cibereleves. A cibereleves nem akármilyen leves, korpából készül, a korpára forró vizet öntenek, néhány napig állni hagyják, és utána leszűrik. Képződik egy savanyú lé, és ezt a savanyú levet aztán behabarják, aludtejjel, egy kicsi vajjal ízesítik, és különféle levesbetéteket főznek bele. De cibere leves, az aszalgyümölcsből készült leves is, azt is ciberének nevezi. Itt van az asztalon a jó ízű aszalcilvából készült cibere leves. Megkóstoljuk. Jó? Jó lesz, várom. Sűrűjét kérem. Ennek csak sűrűje van. Lehet, hogy egy kicsit sokat szedtem. Itt a kanalad. Nagyon finom. Saját asszalású a szilva.
egy olyan szép asztali áldást énekelünk, amire idén advent időszakába jöttünk rá, adventi dallamra sikerült a Vasalberti gondolatokat ráénekelnünk. Áld meg Isten ételünket, áld meg kérünk életünket, köszönjük, hogy megtartottál, hogy lelkünknek békét adtál. Jó étvágyat a cibere leveshez. Mondtam, hogy finom. Holnap is ezt főz. Csak bőgybe. Jó, hogy 40 napos a bőg. Ízlik-e? Jövő héten is főzhet, még bőjt lett. Hát ez nem is igazán bőjt étel, olyan egészséges és finom. A nagy bőjti időszak, mint említettem, húsvét vasárnapig tart. Húsvét előtti hetet nagy hétnek nevezzük. Virágvasárnappal kezdődik a nagy hét. Erről az időszakról majd a következő alkalommal beszélünk a húsvéti ünnepkör kapcsán. Ifjak, sőregek, térjetek az!